Az új pályának köszönhetően végre itt a lehetőség, hogy egy új random Fortnite tényeket készítsek. Ha még egyébként nem hallottatok volna róla, most szombaton délután 3-tól Trubon streamelni fogok, szóval mindenképpen kövessetek be és gyertek át, illetve egy versenyt fogok hostolni, kommentálni, nézni, és tudtok még rá jelentkezni a leggyorsabb 20-25 ember nagyjából, szóval siessetek, délután 3-kor szombaton pedig Tali Trubon. Ezeknek a távcsöveknek a lencsén rendhagyó módon a tükröződés valóságos. Ezen kívül nem is emlékszem egy példára sem, hogy hol használna a Fortnite valóságos asszeteket. Sajnos a felbontása túlságosan alacsony, hogy bármi fogalmam is legyen, hogy a kép hol készülhetett. A pályán található egy elég érdekes étkezde. Kívülről nincsen látva logóval, se semmilyen tábla nincsen kihelyezve, így marketingből már kapásból egy egyest érdemelnének. De pillantsunk is rá a menüre, és sápadjunk el még jobban együtt. Ez a kajáda semmi mással nem tud szolgálni, csak olyan ételek, amik rudakként kínálhatóak. A csatolt képek érdekes módon pedig mind sült krumplik, vagy legalábbis olyan alakúak. Lehetséges, hogy egy kis ételszínezékkel és formába öntéssel készül el minden csodás ételük. De nézzük, hogy az itteni vendégek mik közül választhatnak. Fentről lefelé nézve van halrud, van chick stick, ez elég hamar bizarr lett. Utána néztem a Google-on, és egyetlen egy találat van a chick stickre, ami pedig valamiféle kutyakaja. Hát jó. Van garnélarákrúd, ez még jól is hangzik. Kapható kagylórúd, és van joystick. Van joystick. Mi van? A kontrolleresek kedvenc étele lehet ez, gondolom. Van pogó stick, robbanórúd, aztán swizzle stick. Ez először nem tudtam, hogy mi, de elméletileg egy olyan eszköz, amit az üdítőkbe rakva és megforgatva a szénsavat gyorsan kiszedi. Aztán van ragasztórúd, világítós rúd, slapstick, mint pofonrúd, és dipstick, mint nívópálca. Ez az étterem kezd egyre inkább egy pénzmosodának tűnni, vagy csak egy rossz viccnek. De még nem értünk a végére. Köreteknél van amerikai káposztasaláta, a másodikat egyszerűen nem vágom, hogy mi, van csavart süti, aztán megint valami kivehetetlen, kapható sült rúd, ez pedig nem értem, hogy miért köret, hogyha stick van a nevében, van kukorica, kenyeres rúd, sült magvak is kaphatóak, és okra. Amiről életemben nem hallottam, és nem opra, mint a nő, hanem kiderült, hogy ez egy zöldség. Italok között korálkóla, tonhalassék, kávé és tengeri víz a választék. Ez az étkezdéhez képest a blahás aluljáros giroszos egy Michelin csillagos gasztronómiai élményutazás lehet. A játékban van egy utalás téve arra, hogy még él Midas. Ez a tengerparti luxusház egy hangulatos kis ebédlővel rendelkezik, és azt hiszem ez egy szalvéta. De bármi is legyen ez, arannyal egy nagy M betű van ráírva, ami minden bizonnyal Midasre utal. Az itteni menü jóval gurmébb is. Az elsőt sajnos nem tudtam teljesen értelmezni, talán serpenyőben felszolgált lazac, a második fogás párolt homár farok, majd garnélarák verde, ami elméletileg így néz ki. Nem rossz. Desszerteknél pedig van piskóta és flan. Midas már tudja, hogy hogy kell élni. Ebben a kis bódéban található egy rózsaszín plüsmaci, ami nagyon kényelmesen csillel ezen a nyugágyon. Viszont nem mindenkinek van ilyen jó dolga. Ebben a ketrecszerűségben elzártan található egy kék maci, amin egy háborús sisak is van. Nem tudom, hogy itt mi történhetett, és lehet jobb, hogyha nem is tudunk róla. Shrek WC-je Chapter 1-ben és Chapter 2-ben is megtalálható volt. Már csak egy tényleges Shrek és Fortnite kollaboráció kéne. A Chapter 3-os pályáról sem maradtak le szerencsére, szerintem 5 vagy 6 különböző helyen láttam már. Először valaha viszont kifejezetten csak ennél a lakókocsi mellett találhatónál egy láda is rejtőzik benne. Kifejezetten szeretem, amikor egy pályakészítő figyel a részletekre és a berendezésekkel próbál meg egy történetet elmesélni. Itt tisztán látható, hogy az egyik kerítés ki van törve, illetve törmelékek is találhatóak a földön. És ez mind nem véletlen van. A pályán mindössze már csak 2 slurp track van, és itt található az egyik a tengerbe borulva. Ha tovább tudott volna menni a vízen, akkor lehetett volna az a neve, hogy surf track. Az aranyos kis részletek bárhol megbújhatnak, de előlem el nem rejtőzhetnek. Ezen a kis kinti kerti polcon található egy aranyos rózsaszín elefántos öntözőkanna. Sleepy Soundban található egy feltételezhetően férfi barlang. A tilos a belépés felirat legalábbis erősen utal arra, hogy a tulajdonosa itt nyugalmat akar magának. De nézzük is, hogy mi van mögötte. Nos, egy egészen úriasan kitapétázott és bútorozott billiárdszoba. Személy szerint nem is emlékszem arra, hogy az előző chapterben lett volna ilyen, szóval vizsgáljuk is meg ezt az új propot. A golyók elég cudarul néznek ki, de legalább kivehető a színe is mintázata.
De várjunk csak. Bárki is készítette ezt a felrakási mintát, az rossz munkát végzett. A sárga jó helyen van, ugyanis az egyesnek kell lenni a csúcson, középen pedig a feketének. Viszont a másik két sarokban kettő teli van, pedig a kettő közül valamelyiknek csíkosnak kéne lennie. Teljesen játszhatatlan ez a játék. Most már motorcsónakoknak kihelyezett benzintöltő állomások is vannak egyes tégeknél. Ez tök jó is, és figyelmes is. Ráadásul az ártáblából kiindulva még olcsó is, jelen esetben $0 kerül a benzin. Bár az ezzel szomszédos, az még furcsább. Valamiért az egész meg van tükrözve. Szinte körbenéztem a teljes pályán, és az összes közül csak ez tűnt ilyen részegnek. Egy roppant kellemes merence és játszótér is van a közelben. Szinte el tudom képzelni a 10 éves énem, aki a hintából kiugorva egyenesen a merencébe ugrana, a személybiztonságra roppant nagy figyelmet fordítva. De pont az ilyen épelműek miatt szerencsére ki is van helyezve egy pár szabály. Először is arra hívják fel a figyelmünk, hogy vigyázzat, éppen nincsen strandőr a láthatáron. Nos, ezzel a kacsa a maga székéről vitatkozna. További előírások is vannak, mint például nem lehet búvárkodni. Érdekes. Fegyvert sem lehet használni, sem alkoholt fogyasztani. Mondanám, hogy akkor ugyan mivel szórakozzon az ember, és érezze jól magát, de hát ezt is megtiltja az utolsó szabály. Ja, de van még egy, ami a következőt olvassa. Figyelem, nincs merencébe pisilés. Nos, legalább egy dolgot nem tiltanak, az pedig a beleszak. Egy rendkívül dekoratív kis palota is van a pályán. A tulajok roppant műveltek lehetnek, ugyanis görög szobrokat is tartanak. A Fortnite ennyire még sosem feszegette a 12 éves korhatár besorolását. A játékban mielőtt kocsik érkeztek volna, a leak előttek képek és adatok a benzines kannáról. A legelső leakek képe pedig így nézett ki. Végül is, ami bekerült, az teljesen máshogy nézett ki, viszont most belebukkantam az 1.0-ás verziójába, itt a fűrésztelep mellett. Kíváncsi is voltam, hogy vajon elvihető-e, vagy felrobban-e, hogyha beleütök. Nos, óriási csalódottságomra mindössze együttéssel szétszedhető, egy fémet ad, és fel se robban, de hogyha ilyesmire vágysz, akkor még mindig megütheted a mellette levő tartályt. A sokunkat foglalkoztató és nagyon életbevágó kérdés az az, hogy vajon még mindig kilóg-e a szarvas nyelve. Sajnálattal erősítem meg, hogy igen. Gondolkanyomban található egy mindenes üzlet, ami viszont nagyon megtetszett benne, hogy V-Bucks-os tapéta díszíti a falát. A játékban az összes mosdónál csak WC csészék vannak, de először és csak ezen a helyen a Big Shots bárban végre piszoárok is vannak. Ahogy bemegyünk, először is egy ocsmány boka levizelőssel találod magad szembe. Mindenki megnyugvására azért elhelyeztek egy hagyományos WC-t is, de a szomszédban rendkívül szokatlan módon a világ első ajtója mögé zárt piszoárja található éppen kellő magasságban. Micsoda Chapter 3-as innováció. De hogyha már itt tartunk, ez a valaha volt leghülyébb zuhanykabinja. Első ránézéssel nem tűnhet furának, de figyeljétek meg jobban. Ez a törölköző rá van rakva erre a rúdra, ami azt jelenti, hogy nincs is beüvegezve az oldala. Mégis hogy gondolták ezt? Egy perc után már az egész fürdőszobát elárasztanám. A Predator filmben található autó még Chapter 2-be került be Stealthy Strongholdba, és ezzel előre is jelezték a kollaborációt. Itt még egy karburátor is volt hozzá. Most a Jonesban található meg ez a teherautó, viszont most már a karburátor nélkül. Konkrétan ettől 5 méterre található egy érdekes festmény vagy kép. A játékban a legtöbb teljesen homályos vagy pixeles paca, de itt egy kivételt képez, és irdatlan magas felbontású van. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de talán ez a régi Agency-t ábrázolja. Hirtelen az Epic rájöhetett, hogy hogyan kell HD képeket importálni a játékba. Itt például egy rendkívül vagány Brainiac poszter is található. Az eddigi mosdók és fürdőszobák, amiket kielemeztünk, mind fura volt, de nem annyira, mint a most következő. Itt 4 tusoló fej van egymástól egy karnyújtásnyira. Itt el se tudod ejteni a szappant, mert azonnal a másik kezébe esne. Ilyen körülmények között muszáj jó formában maradnod, hogyha ártalmatlan akarsz maradni. Ezért érdemes lehet ezen az eléggé leharcolt Peely Box zsákon gyakorolnod. A Battle Bus egyik része itt megtalálható valamiért egy domb tetején. A Winterfest során az utakon belebukkanhatsz NPC-kbe, amik vagy kamionnal mennek, vagy akár kvadokkal, és ajándékokat dobálnak. Ez egy rendkívül mókás és aranyos kiegészítés. És végül egy tippel zárnék, köszi Gofunak az ötletet. Ennél a kis háznál ugyebár 2 láda található a tetőben. Ahelyett, hogy 3-3 ütéssel szednéd ki a tartóelemeket, helyette a 2 gerenda közül valamelyiket üssz szét, és ezáltal lebomlik mind a 2 cseszt, így gyorsan és ügyesen hozzájuthatsz a lúthoz. És végül, de nem utolsó sorban, dobj egy lájkot, hogyha tetszett a videó, és ne felejtsétek, jó szkót szán, hogyha támogatni szeretnétek.